Az elmúlt hetekben nagy média érdeklődés kísérte a ferencvárosi előválasztás ügyét, amelyen eldől a Momentum, az MSZP és a Jobbik által támogatott Jancsó Andrea, vagy pedig az LMP és Kétfarkú Kutyapárt által is támogatott Baranyi Krisztina lesz-e az ellenzék közös polgármester jelöltje a kerületben. Az ellenzéki polgármester jelöltek most vitázni is leültek az FMK-ban, hogy a választók megismerhessék, ők milyen ügyeket tartanak fontosnak, és milyen program mentén irányítanák, fejlesztenék Ferencvárost. A 9-ben az Élet blokk köré szerveződött 600 tagú Facebook csoport kezdeményezésére létrejött vitán, a két jelölt a személyes bemutatkozás után a blokk közössége által előre megfogalmazott témákat fejtette ki 4 perces időkeretben. Többek között beszéltek a kerületről alkotott jövőképükről, zöldfejlesztési terveikről, az önkormányzati lakások sorsáról, szociális problémák megoldási lehetőségeiről, de szóba került a Ferencvárost érintő nagy beruházások kérdése, a kerület kultúra támogatási gyakorlata és a képviselőtestület átláthatóságának előmozdítása is. Az első 75 percben ezekben a témákban nyilvánultak meg a jelöltek, majd a második részben a közönség helyben megfogalmazott kérdéseit gyűjtötték össze papíron, hogy ezekre is válaszoljanak.